Szevasztok, ez itt a Grill Light, ez pedig az Evermoon WoW, Hieronymus-szal a főszerepben. Folytassuk. Folytassuk csak így ezét. A játékot. Ez az. Ez fasza. Most jöttem haza a munkából, most ért véget nemrég. Kiszáradt torokra egy kis cukros üdítő mindig jó jön. Indítottam egy priestet is. Régen volt még valamikor, valamelyik szerveren, talán Monsterben van, azt hiszem, egy priest felhúzva. A troll priest volt. Azzal játszottam a legtöbbet. Faszom szájú medve, gyere! Gondoltam, most a zenélgetésbe is lassan bele kéne vágni. Csak jobb lenne az. Hiszen macit kell verni, maci verés lesz. Tegnap már meló helyen volt, és egy csomó jó zenei ötletem, csak az volt, nem volt ott kézdi gitár, nem tudtam lejzép engedni. Micsoda állatkert volt ennek a munkáján, az beszarás volt. Közelednek a választások, az meg vannak buzisodva az emberek, jönnek, járkálnak be hozzánk az ingyen pénzé. Az kisebbségiek is voltak, basszátok meg, de annyira szinte nem tudnak viselkedni, hogy az már rémálom. Zárás után fél órával odajönnek szemtelenkedni. Hogy ő a, aki dolga van az XY osztályon, onok kurva anyát, te szemétláda. Jó fajta faszom, potrohos gypsy, bazd meg. Ez a börtönviselt fajta. Azt vagy beengeded a izéhez, az egyik még ott lévő ügyintézőhöz, vagy összevered, vagy verekedést produkálsz az izéni, az ajtóba. Ez a két választásod, az ilyenekkel szembe. Kurva édesanyjukat. Undorító egyban, de jönnek be az ingyen pénzé. Mondom, ezek a rohadékok ma úgy jönnek be, hogy már árulják a szavazatukat, vagy valami. Ott most félnék. Talán a bölcsödei dolgozóknak volt tűzvédelmi oktatás. Azok is hogy viselkedtek. Rendesen elkezdtek szemtelenkedni az oktatóval. Meg velem is. Mondom magamban, megérdemlitek azt a 80 ezeret, amit kaptok. Mondom, ha ti ilyen bunkók vagytok, bazd meg, akkor gyerekeket mire tanítják ezek a szarok? Szopók. Szóval állt a bál tegnap, az biztos. Vittem volna makettet tegnap, biztos nem bírtam volna összerakni a sok faszokról. Bár mondjuk azt is egyébként, hogyha pakolok is ott makettet, az csak vagy hétvégente, vagy esténként, amikor nincs ott senki. Eszméletlen milyen emberek vannak ott. Mármint ezért. Ügyfelek.
Az ott dolgozókkal igazából nincsen baj. Bár egy kicsit el vannak varázsolva így a jelenlegi burzsuáziának a tagjai közül kerülnek ki ott a hivatalnokok meg minden. De úgy nagy baj nincsen velük. Dolgozókkal. Inkább azok, akik oda járnak. Azokkal már még inkább. Annál rosszabb már csak egy munkaügyi központ lenne, komolyan mondom. Az valami, fú. Na ott nem dolgoznék munkaügyi központba. Semmilyen beosztásban nem dolgoznék. Na, most azon kitargetem. Szerintem össze rengeteg ilyen zöld cuccot. Én azt nézem, hogy mél. Még valami plate armor. Hát jó lesz ez eladni. Növeli a goldot. 50, 56, szintet léptem, azt nem is tudtam róla. Na ez hogy? Akkor még 55-ön lett abba hagyva. Nem érdekes. Ennyi kell. Hát ebből még kell egy pár. De jó, hogy itt ezek a baglyok itt egyben vannak. De most így gondolhatnám sólyomnak is ezeket, nem csak bagolynak. Az óvül az inkább ez a bagoly. Sólyom meg a falkon. Kell, ez az Aspect of the Cheetah már nincsen benne. Az nem volt rossz. Ez a felgyorsította a támadást, a futást, minden. De azt hiszem, nem is a támadást, a futást. Volt olyan is, amit csak a támadást gyorsította föl. Az Aspect of the Cheetah-nál volt az, hogy telibe basztak, aztán is stun effect jött létre. Tehát, hogyha nem kapcsoltad át időbe, akkor magadat szopattad le vele. A kombatba kerültél mind úgy PvP, vagy mind úgy ezért PvE szinten. Ez egy picit butítja, ez inkább már ilyen, nem tudom, butítja. Tehát ezek a módok tetszettek, hogy ezért. Milyen módba kapcsolod a tigrist, meg ilyenek tehát. Vagy ez a Hunter név volt? Az még nem tudom. Nem tudom, lehet, hogy a Hunternél volt. Az, mert félrebeszélek itt, Hunternek a izét mondom. Igen, mert már Hunterrel jobban játszottam régen. A druidával nem rékeztem jobban így játszogatni. Erősebben. Az Ander nevű srác a villamos mérnökünk, akivel Empire-özni szoktunk, ő izét húzott ki. Az alaptaurim druidát, meg fizetősön is azt hiszem felhúzta a druidát, de azóta nem volt fenn a szanyja. Eredetin is kihúzott egyet, taurin is kihúzott egy, Evermoonon nem tudom. Engem az vonz, hogy itt is lehet venni elméletileg egyszeresre a fejlődést. De jó van ez a kétszeres. Engem az zavar, mondom itt, hogy izé. Nem zavar, pontosabb, hogy az a jó ebben, hogy ez nem PvP, nem, nincs kötelező PvP. Annak kifejezetten örülök. Oké, megvan az egyik vesztő. Ez a megoldás is jó, nem kell mindig visszamászni. Csak így kiadja azt, annyi. Baglyok bók. Hát igen, egy bagoly.
Bogolyra van szükség. Ma nagyon rárepül ezekre. Ó, hogy baszom meg a szádat. Gyere, ti geci. Másik nyílik is a következő. Kapcsolom be magam a stealthbe, M betű. Winters... Geci, hát ez... Mi ez itt? Tehát gyorsan mögém rakta. Ez nem szarozott, bazd meg. Szerintem főke. Ezt nem a crittert, nem? Úgy éreztem én. De nem jó, bacs meg. Mégse. Hát most ilyen... szuper hóbaglyokat kell ölni, bacs meg. Faszom. De igen, ez az a primitívebb WoW questek. Ez a kis állatölés, ritka állatölés. Miért, bacs meg? Nem azt mondom, hogy ennyire Greenpeace-es meg izé lennék, állatvédő aktivista, de bazd meg. Egy legfaszom, unalmasabb, legkreatívatlan questek, hogy ölj meg ennyit ebből, ölj meg annyit abból. Meg igazából nincs értelme, hogy miért öli a druida a nem agresszív hóbaglyokat. Na most őszintén, ez ugyebár RPG szemmel nézzük. RPG szemmel kell nézni, ugyebár ez elméletileg ez egy virtuális szerepjáték. Tehát ezeket a szerepjátékokat régen ilyesmikkel óhajtották leváltani, ilyen izékkel, MMORPG-kkel helyettesítik. Ugyebár, hogy a ilyen magányos faszok is tudjanak szerepjáték, vagy jussanak némi szerepjáték élményhez. Bár ez inkább a Vanilla WoW-nál érezhető a legjobban egyébként. Na mindegy, nem akarok okoskodni, de az a lényeg, hogy ez tényleg a szerepjátékokból jó eredő. Van egy karaktered, ugyebár a druida, hát az egy elég ilyen. Ez a védi az állatot, ezért védi a természetet. És miért vannak olyan questjei, hogy hóbaglyokat kell ölni, bazd meg. Például a vokály. Oké, amikor levadászod a fertőzött medvéket. Na, az még úgy egy ilyen kalandba el tudom képzelni, hogy ezt mondjuk játsszuk, mondjuk azt a szerepjátékban, hogy... De azt mondjuk... Hát nem mindegy. Jó, rá lehet fogni, hogy ezek is fertőzöttek, de a faszom. De minden állat fertőzött, azért ölöd meg nem. A druidával, bazd, mert te vagy ilyen kis állat terminátor, bazd. Mondom, a izék nem gyilkoltak ennyi állatot, bazd meg, a kezdésorozatgyilkosok. Mennyi izék. De a Warcraft-val le kell mészáról. Nemrégiben jött ki egy ilyen Lars von Trier film, ház, amit Jack képített. Fú, de Metallica-nak is volt egy, a Load albumon egy azonos című szám, House of Jack Bullet, vagy Bullet. És ebből csináltak filmet. Lars faszom szájú tír. Na, az egy köcsög rendezőnek, összes filmét utálom. Belenéztem, hogy nekem nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen izének öncélű erőszaknak. A rendező nem így gondolja, de az a rendező, ez egy ilyen buzi. Amikor azt kamerázta, bazd meg, hogy nem is tudom melyik ilyen híres színésznek, ugyebár. Rengeteg ilyen porno, az szó szerint ilyen pornográf tartalmú filmje volt. Abba a filmbe a színészeknek ott kajambaszni kell. Még ilyen híres hollywoodi színészek, nem is értem, hogy minek mennek el ez ilyen buzinak a filmjéhez.
az csinált egy ilyen sorozatgyilkosos filmet, hogy ez, hú, ez nem az a szokványos sorozatgyilkosos film, hú, de jó. Ezek odáig voltak érte, faszopó kritikusokban, az meg a Védról, meg ilyenek. Hú, leszoktam a faszom, életem legjobb filmje volt, azt a kurva. De az a baj, hogy az a Last Form Tierra, az meg valaki azt mondja, hogy az jó rendező, az egy buzi, az meg. Az nem, ez ilyen művészfilmes köcsög, szar filmjei van, az meg. Fölbasszák az ember anyát. Basz meg a hülye köcsög színészek, hallod meg? Most tudom melyik a Transformers-es buzi gyerek, még valami pornót is képes volt azért forgatni, bazd meg. Hogy bekerülhessen annak a köcsög vén faszopó holland csicskának a filmjébe. Nem is tudom, még a Dancsó Péternek volt, ugye Lars von Trier filmeket nem nagyon csipázza, vagy nagyon csipázza, vagy nem nagyon csipázza. Az például nem hajlandó bemutatni. Nem tudom. Vagy most szereti-e, vagy nem, remélem nem szereti. Én aztán rosszul vagyok attól a rendezőtől, úgy, hogy van bazd meg. Nézem a sorozatot, amit a Netflix indított. Sötét kristály ez a címe. Ugyebár ez egy régi 82-es fantasy. Benne van a bazd meg a top 10 legjobb fantasy filmekben. Még utána a Warcraft is kopizott belőle. A Skekek, a Skeksis Hall, vagy mi a Setek Hall, az, hogy máshogy vagy átnevezte. Az például a Burning Crusade-es Dungeon. Az összes lény benne van, kivéve azék, a koboldok, a gelflingek, meg a bogyócok nélkül. Bogyócok, hát ki látta a 82-es sötét kristályt, azt tudja, hogy miről beszélek. Az képben van. Nem most így elindult, múlt hét vasárnaptól. Ma hál' Istennek föltették az Encore-ra, tehát akit érdekel, nézzem meg nyugodtan. Van benne jó pár trónokharca szereplő is, aki esetleg a trónokharcára rá volt buzisodva. Az itt is találhat benne érdekes szereplőket. Benne van a Mark Hamill. Az egyik. Skeksiszt játsza, Skeksiszt tudóst játszik benne. Benne van a Sigourney Weaver, ugyebár az Alienből, a Ripley. Ő a narrátor, ő a kristálynak a hangja. A Midspeaker. Úgyhogy nagyon jó kis sorozat. Ha valaki vevő egy minőségi fantazira, és ráadásul rég úgy van megcsinálva, hogy ez az eredeti sötét kristály, ez bábfilm volt. Ez is bábfilmként csinálták. Az veregetheti rá a faszát, mert nagyon jó. Mert nagyon tetszik. Ugyebár egy fantasy rajongó vagyok. És hírhet trónokharca utáló. Trónokharca utálnok vagyok, bazd, mert még a saját húgom is. Ismered a trónokharcát? Nagyon jó, mondom, menj, bazd meg azt a sorozatot, hogy jól van. Teljes szüvemből gyűlöltem mindig is. Mondjuk nem a színészekkel volt a bajom, azt meg kell jegyeznem. Nem a színészi gárda szar, hát most az egész. Most én úgy érzem. Valakinek lehet bejön, akinek bejön, az nézze. Viszont akinek bejön a trónokharc, az ne nézzen sötét kristályt, bazd meg. Az nem neki való lesz. Vagy lehet, hogy az is bejön neki, ki tudja. Érdekesen vannak összerakva, de általában, hogy van egy ilyen adott érdekes koncepció, hogy ki miért néz mondjuk egy adott filmet, és mondjuk valaki a trónok harca koncepciója bejön, akkor azoknak így a legtöbb normális ilyen gyűrűk ura, vagy sötét listája, ilyen klasszik izék, fantazikat az felejts el, mert az nem fog olyan lenni.
Bár nem lehet tudni, igazából. Én azt vettem észre, hogy a tolnak rá valamire valami iszonyat nagy hype-ot, akármilyen mélyszántású, vagy esetleg ilyen, ilyen teljesen lelketlen sorozat is lehet, bármit el lehet adni. A legmélyebb filmtől kezdve a legsilányabb termékekig, megfelelő hype-al mindent, bármit. Sajnos. Hát így egy klasszik WoW-val lepetéztem, bazd meg, hogy... És tényleg nagyon sokan nem, olyan csajt látok rajta, például volt ez a Nyesti nevű dancer csaj. Hát az is látszott, hogy kurvára nem ért hozzá. Hát ott volt vele valamelyik ilyen felszopója. Az mondta el, hogy mit kell csinálni. Hát kurvára nem vágta az egész játékot a csaj. Kurvára nem. De most azért játszik vele, bazd meg, hogy nézettsége, meg legyen divat, meg legyen divatból. Gyakorlatilag igen. Azért mondom, hogyha tényleg az lenne a divat, ezt még a múltkori streambe, múltkori videóban mondtam is, hogy hát az meg az lenne a divat, hogy kivered a faszod a kamera előtt, és mindenki, összes ilyen influencer ezt csinálná, kiverik a faszukat a kamera előtt. Akkor mindenki ezt csinálná, mert ezen van a hype, az meg, mert ezt hype-olják. És meg kérdezik, hogy miért csinálnak, megmondák, hogy jó. Azért, mert fasza. A miért, az meg. Nem szörnyű, én nagyon gáznak találom azért. Ó, már bazd meg, nem leszarom. Kell ez egy maulán. És igazából ez kettesével gyilkolásza ezeket. Tessék. Na, hát faszom a tűzs már meg. Urzus. Kill Urzus. Ó, és itt van valahol. De szeretem az ilyen questeket. 57-es szintű vagyok. Ursius. És végre nincs előlem leütve, bazd meg, nagyon tudok örülni. Mennyien vannak a klám? Fogadjunk, hogy egyedül vagyok már megint. Ez a mély nem lepődtem meg, bazd meg. Beérünk itt a maci rengetegbe. Ennyi kurva medvét egy helyen. Ez már egy picit túlzás azért. Még a Blizzard részéről is. Maci rengeteg, bacs. Ki mérja? Hey there. Na, kapunk ilyen barbecue-zét, nyársolásos hófaszt. Nyomok még egy kis ventilátort, mert még nem hűlt le teljesen a ház. Agility stamina. 154-es. Hát igen ám, ez a baj, hogy 205-ös. 13, hát lehet, hogy mégis ez kéne. Ez most így lehet, hogy jobban jönne nekem. See you around. Safe travels. Meg jó néz ki ez, csak ez az egyik oldal van fenn. Na, majd el kell rakni az éve. Igen, itt van egy ilyen, ezt szerintem el tudnánk adni, jó. De geci, kettő ilyen epic cuccunk már van.
Ez kurva jó, bazd meg. Kis intellektes, az se jön rosszul. Most csökkent az agility, de leszarom. Az már nagyon, nagyon ilyen el volt az éve. Fajulva az éve, neki el volt gyengülve. Na, várjál már, mert még itt kérdőjel, baszki. Head and ladder, agility, stamina. Hát akkor legyen itt. Na nézzük, hogy baszki. Ez a szájmaszk is bejön nekem. Hát most meg ilyen szemkötő, bazd. Nem, nem. Szájmaszkot is eltesszük. 152, ez pedig ez az 166 agility stamina. Na jó ez, jó ez. Jaj, jaj, jaj. Tesztán lesz azért. Ezeket a questeket is csináltam, nem rossz quest. Sajnos az, hogy stealthben nem tudom megúszni ezeket a ezéket. Négy. Kiméri a rám, vagy kimér a... Kimér az. Kimérja. Ez a Conan-ben volt a népnek a neve, azt hiszem, a Kimér. Támogom, ezeket is ütni kell majd. Dobjuk sztertbe magunkat, mert gyorsabban, ilyen fa tövénél szokott lenne a fészkük, lefészkelnek így a legszarabb világon, a legszarabb helyre, ahova le lehet fészkelni. Nem baj. Ezt a faszt. Ah. Igen, meg van ölve. Stealthbe sunyizzuk el magunkat szépen ott fönt ebbe. Nem nagyon hiszem, hogy itt a plac közepén lenne tojás kiszarva. Hát de, a dombocskákat úgy látszik, a dombocskákat szeretik. Na, már majd a fele megvan. Megtanulok már sörös. Üdítő dobozokkal kosárlabdázni a végig. Söröm is van még, viszkim is van még, vodkám is, az bontatlan, geci. Van egy sev a pofámban, azt gondolkoztam rá, hogy be kéne vodkázni egy csöpör. Megöblögetni a pofánkat vele. Hogy csak kettő jó volt, ó, hogy basznál. Jó, hogy itt volt a közelben a másik. Ez a faszom, ez a kettes éve, előbb vagy ötös éve, vagy hatos ráhaladta. Hú, te az a baj, hogy ennek a...
Ezének a vége fele már nagyon csicska questek vannak. Winter Springnek a végén. De nézzük már meg, hogy a jó kurva anyját, hát meddig van ez a zóna, basszker, tehát már nem is itt kéne lennem. Winter Spring 55-ösig van, én mennyi vagyok? 57-es, bazd, nem mondok, mi a faszomról beszélek, tehát. Már régen el kellett volna az anyámba menni, bazd meg. Már két szinttel ezelőtt. Csak én annyira faszán el vagyok az ilyen havas pályákon, hogy ilyenekre tudom kiverni a faszomat a legjobban. Amúgy nem, de szeretem a havas pályákat. Igazából szájba baszott Kalimdoron ez a kedvenc helyem. Jó, egy kicsit. Na, ez ebben 8 volt. És rákapcsolunk egy kicsit, mert a faszom ki van. Oké. Van még, nem baj, hagyj jöjjenek csak. Megvan, na. Gyertek, buzik. Hát akkor ezt a kettőt leráztam. Frost Saber. Ja, itt is válogatni kell, mert az egyiket nem öljük meg. Utána azt hiszem csak a nőstény kell ölni. Jaj. Igen, annyira ismerős ez, bazd meg. De mindegy, ha szétütöm én az összeset, bazd meg. Tudom, de ezzel szoptam, mert nincs is, azt hiszem 15 darab, tehát ebből. Meleve egy tagon. Utána azt a izét kell majd ütni. Most sima tigris mintás tigris. Meg azt mondtam, tigris mintás tigris, bazd meg. Vertor is full. Na mindjárt tartunk egy kis eladást. Eladást. Túl vagyok telítve. Stanker. Jó, nyertek te faszokók, itt van-e. May you find what you seek. What you seek. Hát, már megzabáljuk. Na. Na, érdekes, hogy fölvettem egy izét is akkor rögtön. Ugye. Érdekes. Leugrottam a motor és azonnal sérült lettem. Hát ez kurva jó. Ez baszott érdekes. Ez kis tigris is megbasszuk. Kis harci kölyköte. Szóval ezeket is kell majd ütni, azt hiszem. Azt nem. Huntress még nem kell. Ú, de ez is de jó zenekar volt. A Huntress. Tavaly halt meg a énekesnője, öngyilkos lett a hülye picsa, bazd meg. De milyen jó élete volt neki. Szerette a faszt. Baszták, csomóan hallottam. Komplett zenekar. Jó, lehet, hogy nem. De jó zenét toltak. Azoktól még rendelni kéne valami jó kis bakelitet. Nem tudom, hogy Huntress bakelit lesz, de a King Diamondot is az étem van. Csak tényleg nem akarom elkúrelni a pénzt. És mondjuk King Diamondból rendeltem. Most csináltattam egy pólót. Mert a Skeksiszekből is. A sötét kristály debütálása vége, csináltam egy ilyen kis önbejáratos bőrzsöt. Persze csak én saját magamnak. De egy geci drága. De meglátjuk. Pláne, hogyha nem is lesz jó rám a pulóver, mondjuk a pólójuk az jó volt. Frost Saber. Warcraftos pólókat is szerkesztettem. Szerintem drenályos, volt egy paladinos póló. Ugye az ott kedvenc custom.
volt, hát most vanillán például azzal játszok. Vanillán az a tó, zia. Jaj, úti van. Young Frostsaver. És bassz, mert még ezután ötöt kéne találnom, érted? Hol talál kéne bőma ötöt? Hát csoda, hogy tizet egymás után lebírtam kapni. Jetszik. Pláne, hogyha még valami buzi enemy player még itt még gyilkolásza is őket, akkor aztán teljesen kész lesz. Ott van még van egy ezé, Frostsaber. A Saber Tooth, ilyen is volt valahol. Óriási kartfog. Bár itt az összes kartfog itt gyakorlatilag is normál fogú tigrisba, az vagy nagyon ritka. A faszom, nem, de ezt már nem úszom meg. Jó, hogy ezt a Frostsaber Stalkert is meg kell ölni. Hanem ez a híp. Igen, a Huntress a nőstény. Nőstény tigris, a nőstény oroszlán. Ja. Huntress, azt megtanultam a zenekarból. Huntress. Hú, kis amcsi power, ami gyakorlatilag szinte már majdnem trash metal, de ami nekem nagyon faszán bejön. Na most így megszaporodtak, lehet, hogy vissza is érte. Kettő is van egymás. Egy kupazzon. Nem is baj, nem egyszerre rám jönnek. Az utolsó. De lesz valami nagy izé, valami nagy barlang. Az ott is kell majd szopni, kúrni. Huntresses, Frostsaber, Pride Watchers. Mondtam én neked, hogy a Huntress jön most. Tessék, Huntress után meg a kölykei. De én megtolom már vele a szintet, ha már itt vagyok. Ezek legalább kéznél vannak, mert könnyű megölni. Kiméri az most, nem kell. Huntress az jöhet. Mám, hallgatni kéne egy kis Huntress-t majd. Persze, most tele van Frostsaber, hát mi is? De hát volna ezt is ebből kötötték volna a questet így a Young Zéget szívem. Sténydög. Geci. Vrist. Waste. 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 Vrist. Waste. 65-ös. Hú, de bazd, már jobbat találtam nála, geci. Leather. Waste. Igen, koponyásod. Koponyás, geci. Ha ma kétszer a jó, mint ami rajtam van. Ezt még csak ötöt öltem meg, ne basszál fel. Egyre vagyok lassú már. Ez az a hatodik. Csúk, hogy több mint a fele bazon.
Lefolytós gyökér. Huntress vadászat. Hú, mennyivel kisebb vagyok náluk. Huntressből több van. Jó, mikor a valós természetben is így van azért. Több a nőstény állat, mint a nőstény oroszlán, mint a hím oroszlán. Na erre már felém buzi frost saber, keci. Nézd, csak jön felém, bassz meg. Na még négy darabot találjába az meg. Oh. Volt ez a barlangfasz? Nem. Young Frost Saber. Na abból is 15-öt le kell izélni, a szoppengálé lesz. Abban biztos nincs 15. 6 vagy 7 vagy 8 darab magsz, de... Az is át kell verekedned magad a fél ilyen tigris brigádon. De ügyesen kihúzgálom őket. Ott van még egy Huntress. Hát igen, ezeket a legunalmasabb questnek tartom ezt a fajtát. Ez a kis állatom, jó, ez nem kis állatom. Ennyi van. Na még egyet. Remélem jó megszopadsz az utolsóval, te szemétlára. Igen, csak Frost. Nem van. Van azért, tehát ez a Huntress-t nem kell szarakodni, ez abból annyi van, mint a szemét, bazd. Kapásból van négy, kapásból van itt öt darab. Egy helyen, bazd. Mindig akkor, amikor már a quest sorozat végigjár. Ah, nem, egy ilyen izét kell megölni. Jó van, zébe. Egy ilyen nagy elitet ölünk most. Jaj, de jó. Azt szeretem. Na most megyünk hozzá a baszó barlanghoz. És úgy utána találja ki a Young Frosty. Lehet, hogy lesz valami ilyesmi. Ja, nagyon rémlik, hogy még azokat is kell lőni. Mert lehet, hogy csak keverem más questekkel. Hú, mi ez? Jaj, Pride Watcher, bazd meg. Faszomba már ezekkel. Itt van egy kis Lion oroszlán királyból, ez a kis nagy sziklá. Csak szarrá hagyva. Jajajaj. A barlang szikla. Alatt a kis tavacska befagyva. Sky Rotham. Ó, még izéket is tettek ide neki, bazd meg. A csicskának. Nagy vadász.
Ott befírál, geci. Menjél már az anyádba. Hát te fírálsz, nagymány. Bazd meg, hogy már te szopassál itt engem meg. Szarvos. Legfaszább helyen öltjük szarvas alakját egyébként. Tigris mező. A maci rengeteg, ez meg a tigris rengeteg, bazd meg. Most mi volt ott felkiáltójá, de kurvára nem érdekel. Faszomat, menjünk ma innen a büdös gecibe, bazd meg. Na, ez például a legfaszfejebb questek közé tartozik. Na, Huntress-eken áll. Nincs kedvem nekem statbe mászkálni, mondom én ezt, bazd meg. Hát, menjünk a picsába, az kész. De valahol itt kell fölmenni. Mennyi buzi, buzi! Mennyi buzi van itt? A buzi rengeteg, bazd meg. Mi ez? Tórium? Na, az jó. Ott meg kivérág, bazd meg. Na. Maci földe. Vannak a faszom szájúak. Kurva anyádat. Teve hangba az én leesem. The chest. Stabilizer spirit. Hát. Elvettem volna izét, mert ez meg izét ad. Na, kibasztam magammal. Na, kibasztam magammal. Úgy, hogy kell. Omlettet is kaptunk. Ne fölvehettem volna, mert ez adatta volna. ...154-es. Fölöslegesen az ételmezve. Na, tudod, milyen hülye vagy. Na. Jó kis zét elbuktuk. 53-as ez, 67-es. Gratulálok. Simán elvettük volna a chestet, bazd meg. A chestet kellett volna választani. De egy faszfej vagyok. 58-as szint. Úgy baszd meg az anyja. Basszam meg az anyja. Jó, van a bajom. Leszarom. Na, jobb chestet majd ad a másik quest, az kész. 58. Lassan mehetünk izére majd Outlandre. Ó, annyira jellemző. Egyébként mindig, amikor így veszek föl, sőt, amikor streamet adok, Molnár Fárpi, akkor kezd el vagy ellen streamelni, vagy videót feltölteni. Nézzük, Puzsér Robert és Vona Gábor élőben a budapesti elnén elején, vagy mi a faszom ez. Elén áll, Molnár Fárpád, ezt reggel láttam, mert ez az volt Facebookra volt föltéve. Facebook live volt, tegnap este indították. Egyébként jó izé volt, csak sok volt ott, és a részek fasz. A részek faszokat nem győzték elzavargatni, majd mennek a Puzsérhoz okoskodni. A részek pesti faszok. Nem véngecik. Ad a Fidesz neki 5000 forintot, azt utána örökre bezárják Orbán Viktort a szívükbe, bazd meg. Mocskos gecik. Na jó, van nyomjuk, ezt ki nem kell ez ide. Oh, bazd meg. Nem kell ez ide nekünk. Harangocska. Hát még ez csak, ez még mikor? Még pár alkalommal szedtem össze itt az étot. Na, ez nagyon szép. Az képest, hogy 3 szinten el kéne menni innen a picsába. Azért még letoltuk. Rátoltunk itt azért. Ami jó hely, az jó hely, bazd meg. Mondjuk Hellfire Peninsuláról, onnan már menekülni fogok, bazd meg. Ott mindig szintezés előtt már elegem van, azt mondom, faszom, megyek. De utána az a baj, ami következő szinten utána jön, az meg a Hellfire-nál is szarabb, bazd meg. Tehát ott is kénytelen vagyok azért szintezni. Hú, Burning Crusade-ben milyen kínos, emlékszem.
Az nagyon bennem maradt, az a gombás geci, Marsland, vagy mi a faszom. Fú, az nagyon izé. Szétszoptam az agyam, amikor Burning Crusade-eztünk, még fan szerveren is, annyira nehéz volt. Milyen lehetett bazd meg sima izén? Azt a rohadt kurva. Azt a mellett felejtve bazd meg. Elméletileg Burning Crusade-et is akarnak, az egy legjobb. Én azt mondom, a legjobb Warcraft kiegészítő, nem üzéileg, tehát... Tehát van valamilyen szinten könnyítve van, tehát ez egy könnyített, mint az alap vanilla, mármint a klasszik volt, bár még ugyanolyan szopós az is, tehát ugyanúgy azért, csak az már egy picit kiegyensúlyozottabb. De a haver mondta, hogy az abban ez a klasszik volt, hogy full kiegyensúlyozatlan. Tehát ott látták, hogy ott még ez nagyon az elején volt, hogy nem nagyon tudták azt, hogy mit, hogy csináljanak meg. Tehát például a hordás karakterek nagyon erősek. Nagyon ezért, tehát... Tehát PvE szintjén a horda az kurvára ott van. Tehát a faji előnyök azok nagyon durvák a hordánál. A klasszik WoW-ban persze, meg a vanillánál is. Például haver ez ilyen warlock buzi. Ez csak hát izét tudott csinálni. Tehát... indítani a kell, szóval az a mérgibe már letörölte. Az Undead Warlockot kellett indítani, bazd meg, mert egyszer fai izékből az jön ki jól. Van a klasszik WoW-nál. Ő se kezdte, ő is az én Burning Crusade-nél kezdett el WoW-ozni. Szóval ő nem a klassz, nem az elsőtől vannak, vannak itt már az elsőtől tolják. Köszönöm. Ment a faszomban át. Good. Na jó, szerintem én itt hagyom a karaktert. Na köszönjük, hogy megnéztétek a műsort. Elköszönök, sziasztok.